Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megakadályozták a közgyűlés munkáját, saját napirendi pontjainak tárgyalását lehetetlenítette el az éjjel-szekszárd. Átadták a felújított és kibővített iskolát, 600 milliós projekt zárult nagy dorogom. Húsvéti adománygyűjtés, a helyi rászoruló családokat támogatják Bátaszéken. Központban a hiteles tájékoztatás, médiaestet szervezett a Tolna megyei önkormányzat. Rendkívüli közgyűlést hívtak össze, majd a helyszínen megakadályozták az érdemi munkát az Éjjel-Szekszárd önkormányzati képviselői pénteken, így egyetlen napi rendet sem tudtak tárgyalni a tagok. Kiderült ugyanis, hogy az ÉSZ frakció vezetője Bomba Gábor által vezetett bizottságnak kellett volna elvégeznie a döntéshez szükséges előkészítést, ezt viszont nem tették meg. A közgyűlés ezért még a napirendi pontok tárgyalását sem tudta elkezdeni. Napirendi pont elfogadásáról tárgyal a képviselőtestület. A javasolt témák tárgyalását sem tudta elkezdeni a közgyűlés, mert bár az Éjjel-Szekszárd frakció kérte a testület összehívását, mégis ellehetetlenítették a munkát percekkel a kezdés után. A fideszes képviselők elfogadták az egy napi rendi pont tárgyalását, az ÉSZ képviselők pedig nem szavaztak, tehát tartózkodtak így a szavazástól, és erre tekintettel 7-7 volt a szavazatirány, így a napi rend nem került elfogadásra, tehát a közgyűlés összességében úgy döntött, hogy mégsem kívánja tárgyalni azt a napi rendi pontot, amit az ÉSZ képviselők kezdeményeztek. Az a döntés született, hogy a GVB vizsgálja ki. Már február végén döntött arról a közgyűlés, hogy az Éjjel-Szekszárd által kezdeményezett előterjesztést, ami kapcsán az ÉSZ most tartózkodott. A Bomba Gábor vezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kivizsgálja, ez viszont idáig nem történt meg, így azt most nem lehetett tárgyalni. Napirendi pontokra nem szavazott az Éjjel-Szekszárd frakció, ezért a napirendi pontok nem kerültek elfogadásra, így nem tudtuk tárgyalni a második napirendi pontot sem, a kutyamenhely kérdését, ami pedig elég fontos lett volna. Politikai eseményt csinálunk itt a közgyűlésből. Ellenzéki kampány eseményé próbálta tenni a Tolnai megyeszékhelyi közgyűlési ülését az Éjjel-Szekszárd. Erről beszélt a Fidesz helyi frakció vezetője nem sokkal később. Máté Péter hasonló gondolatot fogalmazott meg tavaly decemberben is, amikor az ÉSZ tagjai szintén összehívták a testületet, majd a kezdés előtt egyszerűen kivonultak a teremből. Egy dolog látszik, hogy a város élete nem érdekli őket, csak a szereplés. Nem tudom, most eltávozik. Felálltak, majd kisétáltak a teremből az Éjjel-Szekszárd tagjai 2021 végén. Akkor is a mostanihoz hasonló esetet idéztek elő, összehívták a közgyűlést, majd a kezdés előtt megakadályozták, hogy ez döntéseket tudjon hozni a Szekszárdot érintő ügyekben. Pénteken ismét olyan előterjesztésről kellett volna szavazniuk, amit ők maguk nyújtottak be. Mégis tartózkodtak már az ülés legelején, amit emiatt nem is lehetett folytatni. Kötelessége elkészíteni. Mint ahogyan minden közgyűlés után, most is szerettünk volna interjút kérni az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjétől. Kíváncsiak lettünk volna, mivel magyarázza, hogy összehívták a képviselőtestületet, majd miután kiderült, hogy az általuk kezdeményezett napirendi pont tárgyalásához szükséges előkészítő munkát egyszerűen nem végezték el, megakadályozták az érdemi munkát. Bomba Gábor viszont egyetlen kérdésünkre sem volt hajlandó válaszolni. Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. A kormányfő kifejtette Brüsszelben éjjel a NATO csúcs után, az Európai Uniós miniszterelnökök tanácskozásával folytatták a munkát, ahol szintén az ukrán-orosz háború volt a téma. Közölte, néhány ország megint felvetette, hogy a szankciókat ki kell terjeszteni az energiára, szénre, gázra, olajra, beleértve az ukrán elnököt is, aki videókapcsolaton keresztül vett részt a megbeszélésen. Hangsúlyozta, ezt átgondolták, majd elutasították, tekintettel arra, hogy Magyarországra a gáz 85%-a Oroszországból érkezik, az olajnak pedig több mint 60%-a. A mostani a valaha volt legnagyobb humanitárius segélyakció Magyarországon emelte ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken. Kovács Zoltán elmondta, az elmúlt egy hónapban összesen már több mint 500 ezer ember érkezett, közvetlenül Ukrajnából vagy Románián keresztül Magyarországra. Kiemelte, sem felső határ, sem korlát nincsen a menekültek számát és az eszközöket illetően.
Az államtitkár azt is hozzátette, hogy az elmúlt több mint egy hónapban a Magyarország közvetlen szomszédságában dúló háború tisztán és egyértelműen nemzetbiztonsági fenyegetést jelent, amit a kormánya lehető leghamarabb lezárna. 600 millió forintból újították fel és bővítették ki a Nagy Dorog és Széchenyi Sándor általános iskolát. A fejlesztés során 560 négyzetméter új épületrésszel bővült az intézmény, emellett tantermek, közösségi terek, irodák, vizes blokkok, öltözők és a sportcsarnok is teljes egészében megújult. A fejlesztés célja többek között az volt, hogy 21. századi körülmények között tanulhassanak a diákok. A diákok műsora nyitotta meg azt az átadót, amire már régóta vártak a nagydorogiak. Közel 600 millió forintból valósult meg a Széchenyi Sándor általános iskola fejlesztése, felújítása és bővítése. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója elmondta, 2017-ben nyújtották be a pályázatot a fejlesztésre, amin 430 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyertek el. Nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a 430 millió forint kevés lesz a projekt megvalósítására, ezért a kormány további 160 millió forintnyi többlet támogatást biztosított a projekthez, így alakult ki ez a közel 600 millió forintos költségvetés. A felújítás nem egyedi. Magyarország kormánya soha nem látott iskolafejlesztési programot indított 2017-ben. Az összesen 61 milliárd forintos projektet eddig közel 25 milliárd forinttal egészítette ki a kormányzat. Ennek a része volt a Nagy Dorogi Általános Iskolában megvalósult beruházás is. Hogyha az összes tankerületi iskolát összevetjük, akkor nagyságrendileg kb. 1000 intézményünk újult vagy újul meg az országban, hogy az elmúlt tehát 5 évben, tehát 2017 óta, hogy azért erre meg büszkék vagyunk, és nagyon örülünk. Péterfi Balázs azt is hozzátette, nyilván a szakmai munka a legfontosabb, de az sem mindegy, milyen környezetben tanulnak a gyerekek. Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki elmondta, számos fejlesztést hajtottak már végre a térségben a kormányzat segítségével. Ugye az a cél, hogy a fiatalok itt tudjanak maradni a településeken, ahhoz jó iskola kell, mert a gyerekeket itt tudják iskolába járatni, jó körülmények között, és erre alkalmas ez az iskola együttes, ugye most már megújult a sportcsarnok is. Szilágyi Péter, az intézmény igazgatója úgy nyilatkozott, egy új élet vár a tanárokra és a diákokra egyaránt a megújult iskola falain belül. Sok minden elkészült, sok mindenre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire komolyan megújulhatott ez az intézmény. Hosszú évtizedek óta nem volt példa ekkora méretű fejlesztésekre, és kell egy kis idő majd, míg belakjuk a sok új teret, új környezetet, és a gyerekek is megszokják, meg a kollégáim is az újdonságokat, és kialakítunk egy új életvitelt ebben a nagyszerű iskolában, amit így biztosítottak számunkra. Az iskola felújított részeit március 25-én vette birtokba az itt tanuló 247 diák. 160 bátaszéki családnak juttat el csomagot a bátaszéki önkormányzat húsvét alkalmából, de emellett a magánszemélyek és vállalkozók támogatását is várják. A hagyományosan minden nagyobb ünnep alkalmával megszervezett adománygyűjtésre hívta fel a figyelmet Bozsolik Róbert polgármester. Elmondta, az akcióhoz kétféle módon csatlakozhatnak az adakozni vágyók. Újra meghirdette a húsvéti adománygyűjtő akcióját a bátaszéki önkormányzat. A nagyobb ünnepek alkalmával mindig összefog a város, hogy segítsék a településen élő rászoruló családokat. A szerdai testületi ülésen a képviselők azt is megszavazták, hogy egyéb módon támogassák az érintetteket. 160 család számára biztosítsuk azt az anyagi fedezetet, ami családonként mintegy 9000 forint természetbeni csomag biztosítására ad majd lehetőséget. Ennek a szervezése zajlik, és az ünnepek előtt az érintett családok számára el fogjuk juttatni ezeket a csomagokat, ezzel is egy kicsit hozzájárulva, hogy az ünnep számukra is gondtalanabb legyen. A gondozási központ adatbázisában minden nehéz körülmények között élő család szerepel. Közülük választja ki az intézmény azokat, akik rászorulnak, majd a város szociális bizottsága dönti el, hogy ki az a 160 család, aki részesülhet a támogatásból. Az akcióhoz kétféle módon csatlakozhatnak az adakozni vágyók. Egyrészt az önkormányzatnak van egy elkülönített számlája, ahová befizetéseket lehet teljesíteni. Ezek természetesen ezen a számlán elhelyezett összeg
csak és kimondottan szociális feladatra és csak és kimondottan húsvét, illetve a karácsonyi adományozásra fordítható az önkormányzat részéről. De a gondozási központ irányába lehet vinni adott esetben tartós élelmiszer felajánlásokat is, amelyek beépülnek majd a csomagtartalmai közé. Várják tehát a pénzbeli és csomagadományokat minden magánszemélytől és vállalkozótól, hogy azoknak is szép legyen az ünnep, akiknek korlátozottabbak a lehetőségeik. 2439 új koronavírus fertőzöttet igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.839.358 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.258 főre emelkedett. 1953 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 70-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.401.000-en kaptak. Tolna megyében 42 új fertőzöttet regisztráltak a hét negyedik napján, ezzel a járvány kezdete óta 39.007-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Médiaestet szervezett a Tolna megyei önkormányzat. A cél, hogy Tolna megye települései együtt gondolkodva tervezzék meg a következő évek fejlesztéseit, ebben a folyamatban pedig kulcsfontosságú szerep jut a médiának. Erről Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke beszélt. A Tolna megyei önkormányzat kezdeményezésére gyűltek össze a régióhoz tartozó írott és elektronikus sajtó munkatársai. Fehérvári Tamás elnök elmondta, hogy a Tolna megyei emberek büszkék a településeikre, épületeikre, kultúrájukra. Hozzátette, számtalan régiót népszerűsítő folyamat indulása várható a jövőben. Amelyek arról szólnak, hogy a települések közelebb kerüljenek egymáshoz, és érezzük magunkat itthon Tolna megyében. Ebbe is sikeresek voltunk szerintem, és most ezt próbáljuk tovább folytatni újabb ötletekkel, újabb javaslatokkal. Most éppen a Gasztró megyéről beszélgetünk, ami szintén a megyei önkormányzatnak egyik kezdeményezése és jól működő története. Azt gondolom, hogy fontosak számunkra a Tolna megyei emberek, és szeretnénk szolgáltatni nekik és segíteni őket abba, hogy jól érezzék magukat itt a megyében. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a megyére mindig is jellemző volt, hogy az önkormányzat és a média egymás munkáját kiegészítve jól együtt tud dolgozni. Az elmúlt években számtalan sikert értünk el közösen itt a megyében, és úgy gondolom, hogy a média, a politikusok, közéleti személyiségek, önkormányzati vezetők, civil társadalom csak egy összefogva tudunk dolgozni, és örülök annak, hogy az összhangot mindig megtaláltuk, nem csak az elmúlt években, hanem egész hosszú időszakra visszamenve. Nagyon fontos az, amit együttesen teszünk, hiszen külön-külön a munkánk nem érné el azt a sikert, amit így együtt meg tudunk teremteni. A Tolna megyei vezetőség szerint fontos, hogy a közvélemény korrekt tájékoztatása érdekében kölcsönösen jó kapcsolatot ápoljanak a médiával. Bonyhádon tartott kampányrendezvényt Szabó Lóránd, az ellenzék Tolna megye 2. számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelölt és Hatházi Ákos. A témák között kiemelt helyen szerepelt az egészségügy és az oktatás helyzete. A tanárok fizetésének megduplázásához 300 milliárd forintra lenne szükség Hatházi Ákos szerint. Ezt egy Bonyhádon megtartott kampányrendezvényen mondta a fővárosi Zuglóban induló ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt. Mint kifejtette, úgy gondolja, nem csak a közoktatás területén lennének indokoltak a változások, hanem például az egészségügyben is. Rövidíteni kéne a kórházi várólistákat a választásokat követően. Most nincs lejátszva a meccs, tehát minden megtörténhet, és hogyha a szubjektív dolgokat, mert az is fontos, az érzése az embernek, kéne sorolni, akkor többek között az, hogy ezeken a fórumokon mennyien vesznek részt, ezek nagyon biztatóak. A Demokratikus Koalíciót képviselő, Tolna megye 2. számú választókerületében induló ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt Szabó Lóránd mások mellett arról beszélt a vele szimpatizálóknak, hogy a politikusok közötti viták vihetik előre az ország ügyeit. Úgy gondolom, hogy egy felelős politikus akkor hisz és teszi jól a dolgát, ha nem csak a sajátjainak meri elmondani a gondolatait, és nem fél attól, hogy netán kap kellemetlenebb kérdést, az övével nem egyező véleményt.
A fórumon elhangzott, fontos, hogy április 3-án minél többen éljenek a szavazati jogukkal és járuljanak az urnák elé. Regionális híreink következnek. 850 milliós fejlesztés, új épület szárnyal gazdagodik a Pécsváradi Német Nemzetiségi Általános Iskola. Több mint 280 milliós beruházás, üvegház épült a Sellyei Mezőgazdasági Iskolában. Kisrepülő, hidrogén meghajtású hajó, cégek és fejlesztések a Pécsi Érték kiállításon. A hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése – ez a célja annak a programnak, melynek keretében új épületszárnyal gazdagodik a Pécsváradi Kódolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola. A beruházás összköltsége kormányzati kiegészítéssel 850 millió forint. Az összegből új szaktantermeket, közösségi teret, mosdókat alakítanak ki, de jelentős mértékben újul meg az intézmény udvara is. Bokréta avató ünnepséget tartottak Pécsváradon. A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola ugyanis egy új épület része bővül. A 2017-ben elnyert 470 milliós pályázati támogatáshoz a kormány 380 millió forint többletforrást biztosított, így 850 millióért valósul meg a projekt. A tervezett fejlesztés során az intézmény biztosítani kívánja a művészetoktatáshoz kapcsolódó nagyobb létszámú próbák, bemutatók, koncertek megtartásának feltételeit. A meglévő iskola 685 négyzetméteres épületrésszel bővül. Az új épület szárny felszintjén kap helyet egy több célú nagyterem, amely a napi oktatás mellett az intézmény rendezvényeinek is helyszínéül szolgál. A bővítmény emeletén 6 szaktanterem kerül kialakításra, természetesen kiegészítő létesítményekkel, mosdókkal együtt. Emellett tervezik még a tornateremhez tartozó öltözők berendezésének megújítását, valamint sporteszközök beszerzését. A fejlesztés részeként jelentős mértékben átalakul az iskola udvara. Ennek keretében át kell helyezni a parkolót, rendezett szüneti udvart és zöld felületeket kell kialakítani. Az eseményen Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője elmondta, ez Pécsvárad legnagyobb beruházása. Én országgyűlési képviselőként az egész választókerületemet látom, amiben a pécsi tankerület egy résztől el csak föl, nyilvánvalóan egy nagyobb részt a mohácsi tankerület foglal el. De ismerve a 104 településemet, tudom jól, hogy ilyen nagy volumenű iskolát érintő beruházás az egész választókörzetemben csak Mohácson van. Az építkezés idején is kiemelt szempont a modern tanulási környezet kialakítása, ehhez pedig korszerű eszközökre van szükség. Az eszközbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A projekt végén több mint 370 diák töltheti el hétköznapjait a megújult iskolában. Több mint 280 millió forintból épült fel Sellyén a Déli Agrár Szakképzési Centrum üvegháza. A legkorszerűbb technológiákkal felszerelt épület a minőségi szakemberképzéshez és a térség gazdasági előrelépéséhez is hozzájárul. A beruházás során egy biomassa hőközpont is épült, valamint egy ehhez tartozó bálatároló. Kormánsági népdalokat is hallhattak azok, akik részt vettek a Déli Agrárszakképzési Centrum eseményén, ahol az elkészült sellyei üvegházat avatták fel. A beruházás keretein belül már 2017-ben szerkezetkész állapotban állt az épület. Később 864 négyzetméteren alakították ki a termesztési területet, melyhez 21. századi technológiák és modern fűtési rendszer is kapcsolódik. Az ünnepségen Bogdán Boglárka, agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár elmondta, a mezőgazdaságban dolgozóknak egyik nagy vágya, hogy stabil, kiszámítható körülmények között tudjanak termelni, hogy előre tudjanak kalkulálni a piaci, időjárási, gazdasági viszonyokkal. Az agrárium fejlesztése pedig lehetetlen az iskolák megerősítése nélkül. Ez a beruházás pedig nem csak az agrárszakképzés versenyképességéhez, de a térség foglalkoztatási rátájához is hozzájárul. Szakértelemre és felkészültségre a közeljövőben is nagy szükség lesz, és ehhez nyilván együttműködésre van szükség a szakképzés, a gazdálkodók, a piaci szereplők és a hatóságok között.
különösen fontos beruházás ez, hiszen a mezőgazdaságon belül is az egyik legkomolyabb felkészültséget kívánó és változásokon áteső területen a kertészetben történik, tette hozzá a helyettes államtitkár. Előtérbe kell helyezni az új innovatív, környezetbarát technológiák és termesztési módok elterjesztését az energiafelhasználás hatékonyságának javítása érdekében. Így még nagyobb szerepet kap az üvegházi termelés. A projekt során a közfoglalkoztatási mintaprogramhoz is csatlakozott az intézmény, mondta a beszédében a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. Réti Pál kiemelte, az elmúlt 10 évben ez volt a legnagyobb beruházás, amit a belügyminisztérium koordinált. A támogatás magában foglalta az üvegház teljes beruházási költségét. Az a fűtési rendszer kiépítést, közbeszerzés költségeit, az acélvállalás, bálatárolót, kisterrautó, teleszkópos rakodógépet, kamerarendszer kiépítésének a költségeit, működési célú anyagköltségeket, műtrágya, vetőmag, palánta, fertőtlenítőszer, hatósági engedélyek, termesztések, szükséges szerszámok, eszközök, virágcserék, szaporítótárca, műanyagláda és minden, ami a működő képességet biztosítani képes. A projektben továbbá az is szerepel, hogy 5 főt foglalkoztatniuk kell még minimum 5 éven át. Mint azt az iskola igazgatója hangsúlyozta, ennek nem lesz akadálya. Az üvegház kialakításának egyébként nagyon fontos szerepe van az Ormánság apró falvaiban, hogy megvalósíthassák a felzárkóztató közfoglalkoztatási programokat. Emellett a legkorszerűbb technológiákkal is megismerkedhetnek a fiatalok, úgy mint az automata öntözőrendszer, az intelligens klíma vagy a biomassa hőközpont. Ultrakönnyű kisrepülőgép, hidrogéncellákkal működő hajó, üveghulladékból szigetelő anyag. Csak 3 példa arra, hogy milyen fejlesztésekre képesek a pécsi, illetve baranyai cégek. Ezeket szeretnék megmutatni az 5. Pécsi Érték kiállítás és vásárhelyszínén, a belvárosi bevásárlóközpontban. A terület országgyűlési képviselője szerint a zöld gazdaság fejlesztésének zászlós hajója lehet Pécs, ebbe az irányba hatnak a jelenlegi kormányzat támogatásai is. Zen is megnyitó a belvárosi bevásárlóközpontban Pécsen csütörtök délután. A pécsi értékkiállítást láthatja itt a közönség 2 napig. Azokat a helyi ipari cégeket, termékeiket állították ki, akik fejlesztéseikkel a megye gazdasági növekedését segíthetik. Baranya megye nyertese lehet az előttünk álló időszaknak, azért, mert a 15 000 vállalkozásból, amelyet támogattunk az elmúlt 2 évben, 1282 Baranya megyei. Ez azt jelenti, hogy Baranya megye, hogyha 20 megyénk van országszerte, akkor kiszámolhatják, hogy kétszeresen felül reprezentált. Baranya megye vállalkozásai kétszeresen felül reprezentáltak a támogatási programjainkban. Ezek a vállalkozások 70 milliárdnyi támogatást kaptak, és több mint 120 milliárdnyi beruházást fognak megvalósítani, mondta a megnyitón az államtitkár. György László kifejtette, azok kaptak ebből a támogatásból, akik vállalták, hogy a válság alatt is fejlesztenek, és a dolgozóikat nem bocsátják el. Ők lehetnek a 2020-as évek nyertes gazdasági társaságai. Ez már a bevásárlóközpont parkja. Csak itt fért el az a hajó, amelyik hidrogén meghajtással működik. Szintén pécsi cég fejlesztése. 10 éve megszületett az elképzelés, hogy Pécsnek a gazdasági fejlődési iránya is legyen zöld. Mégpedig azért, mert nagyon sok olyan kis és középvállalkozás van Pécset, akik jelentős tudással, tapasztalattal, most már termékekkel is rendelkeznek ezen a téren. És hát ezt látjuk, hogy a gazdaság terén is a zöld gazdaságba fektet legtöbbet a tőke, tehát ez a jövő gazdaságfejlesztése is egyben. Államtitkár úr pedig megerősített minket abban, hogy a kormányzat ezt a törekvésünket segíteni fogja a jövőben. Hiszen Pécs és a megye az egyik kiemelt gazdaságfejlesztési övezet a jelenlegi kormányzat szándéka szerint, mondta a kiállítás fővédnöke. Most kapott például egy 1,5 milliárdos támogatást egy olyan helyi cég, amelyik üveghulladékból szigetelő anyagot készít. Így erősítik ők is a körkörös gazdaság kiépítését a térségben. Pécs zászlós hajó lehet a zöld gazdaság fejlesztésében, Kővári János szerint. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Megakadályozták a közgyűlés munkáját, saját napirendi pontjainak tárgyalását lehetetlenítette el az Éjjel-Szekszárd. Átadták a felújított és kibővített iskolát, 600 milliós projekt zárult Nagydorogon. Húsvéti adománygyűjtés, a helyi rászoruló családokat támogatják Bátaszéken. Központban a hiteles tájékoztatás, médiaestet szervezett a Tolna megyei önkormányzat.
Szombaton napsütéses, kellemes hőmérsékletű, tavaszi idő lesz, kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Gyenge légmozgás lesz jellemző, este jelentős csapadék nem valószínű. Vasárnap és hétfőn is túlnyomó részt derült, helyenként mérsékelt felhős, de csapadékmentes időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!